Porcelán ékszerek, porcelán kincsek. Zema, Pálháza. Ha kimondom porcelán ékszer, mire gondolhatok? Menjünk el Pálházára, hazánk legkisebb városába az Zemplénben, hogy találkozzunk a Zema csodával. Azt mondjuk Zema, ez mit jelent? Ez egy családi vállalkozás, és a családnak a három gyereke van igazából, Zsófi, Eszter és Máté, tehát nekik a kezdőbetűi, a végén az A, az mi vagyunk, az apa és anya. Tehát ez egy családi vállalkozás, amely mivel foglalkozik? Porcelán ékszereket készítünk elsősorban, de más egyéb porcelán tárgyakat is, főként az élsportnak olyan díjakat, amelyeket konkrét eseményekre készítünk. Ilyen például az év sportolója gála, amit minden év januárjában adnak át a Magyarország legjobb sportolóinak. Porcelán ékszerek, milyen fajta ékszereket készítenek? Minden ékszert mi tervezünk házilag, idézőjelben. Általában én tervezem meg, vagy gondolom el, hogy milyen típusú ékszerről lenne szó, és ezt a kollégákkal átbeszélem mindig. Úgy a formát, mint a mintázatot, és aztán így közösen kialakítjuk azt a képet, ahogyan ki is nézne majd az első prototípus, és amikor ez elkészül, akkor még teszünk néhány kísérletet, hogy még jobb legyen, és aztán indul a gyártás. Hova jutottak eddig el? Milyen országokba? Nagyon sok országba jutottunk már. Elsősorban olyan helyekre megyünk, ahol fashion week-ek vannak, tehát divathetek, ahol különösen érzékenyek a divat új árnyalataira vagy dolgaira. Vagy olyan országokban, ahol abszolút nem ismerik a porcelánnak ezt a válfaját, de ezt meg kell mondjam, hogy nem sok helyen ismerik. Tehát ez nem olyan nehéz ez a kategória, mert porcelán ékszert, mint olyat nem igazán gyártanak szerte a világban. Néhány kiugró eset létezik, hogy egy-egy medált kollekciót gyárt, egy-egy nagy porcelán gyár, de az, hogy egy manufaktúra vagy egy teljes üzem azzal foglalkozom, ilyen nincs szerintem másik a világon. Porcelán ékszer, nem félnek attól a vásárlóik, hogy összetörik ezeket? És akkor oda az ékszer? Nem félünk. A porcelán, mint olyan, semmivel nem érzékenyebb darab, vagy semmilyen anyag, mint mondjuk egy kristály, vagy egy olyan fajta ásvány, ami vékonyra van csiszolva, tehát az ugyanúgy eltörik, vagy egy drága órát képzelne, ha lejti, ugyanúgy eltörik. Tehát, hogyha ugyanúgy viselkednek vele, vagy hordják, mint az összes többi más ékszert, ennek sohasem ilyen baja nem lesz. Most itt Pálházán vagyunk, miért éppen Pálházán vagyunk, és működik ez a manufaktúra? Nagyon érdekes volt a helyszínválasztás, mert mielőtt ennek nekifogtunk, ennek a üzemnek, az építésének, vagy egyáltalán a gondolatának is, mindhárom helyre, ahol nagy magyar porcelángyáron elmentünk Herendre, a Zsolnayhoz Pécsre, és ide is ugye a Hollóházi gyárhoz, és igazából ebből a háromból választottuk ki azt a közbülső helyszíneket, hiszen e köré csoportosulnak azok a szakemberek, akikből lehet egyáltalán választani, mert Magyarországon nincs máshol porcelán szakember, úgyhogy ezekből a helyekből kellett választanunk. Mi ezt a helyet választottuk, a Hollóháza környékét, mert itt ugye nagyon sok ember volt akkor munkanélkülin, aki a gyárban dolgozott, és nagyon jó szakemberek, igazi művész emberek, és mi ebből tudtunk választani jó néhány olyan szakembert, aki nagyon szívesen dolgozik velünk. A dolgozói, látom, ez már művészet, a dolgozóiknak engedik a művészeti kibontakozást?
Igen, mindenképpen. Tehát azért is mondtam, hogy rendben, hogy én tervezem meg az ékszert, vagy megcsinálom a skiccét, a rajzát, de mielőtt bármihez hozzáfogunk, mindig kikérem az ő véleményüket, és amikor ráfestik az új mintázatot, abban mindig benne van az ő önállóságuk, mert megbeszéljük a szint, az, hogy milyen mintázat legyen, de a konkrét mintázatot, azt mindig ők teszik rá az ő saját benyomásukkal, a saját művészi vénájukkal. Fontosnak tartok elmondani, hogy ezek a termékek környezettudatos módon készülnek, ami elég összetett, és elég sok mindent foglal magába. Először is ugye használunk villamos energiát, de annak nagy részét napelemekkel nyerjük, ugye ez az első dolog. A másik, hogy mindent, ami a gyártás során keletkezik melléktermék, azt folyamatosan visszadolgozzuk a következő termékbe, tehát nem, tulajdonképpen nem keletkezik melléktermék. És a harmadik pedig, hogy még a vizet is, amit magához a folyadékhoz adunk, vagy a keverékhez, a porcelán keverékhez, mert ugye ez egy folyadékállagú, sűrű folyadékállagú, ehhez is a vizet a levegőből nyerjük vissza egy konkrét műszer segítségével, úgyhogy a csapból nagyon kevés vizet használunk el. Nagyon ügyesen csinálja. Mióta foglalkozik porcelánokkal? Diákkoromtól, illetve ezt tanultam, ezt a szakmát, tehát már 17 éves koromtól a szakmában dolgozom, kisebb megszakításokkal. Itt az Zemánál jelenleg 4 éve dolgozom már. És hogy mondtél egy fiatal lány, hogy én nem mit tudom én, hogy vaskas leszek itt a kis vonatnál, hanem porcelánokat fogok csinálni? Hát ez érdekesen kezdődött, mert az általános iskolában volt egy nagyobb szünet, ahol a gyakorlati tanárommal átmentünk az út másik oldalára egy fazekas bácsihoz, keramikushoz, és onnantól lehetett datálni a szerelmet a szakma iránt, mert azt hiszem, akkor döntöttem el hetedikes koromban, hogy én ezt szeretném csinálni. És mitől más, mitől jobb ez az elfoglaltság, mint más? Én a kreatív dolgokat szeretem, ez pedig nagyon az, tehát ebbe bele lehet tenni magának az ízlését az embernek, az igényeit, tehát a termék igényli azt, hogy kreatív legyen az ember, és a szép felé legyen egy igénye. Tehát úgy állítjuk elő a termékeket, hogy az már alapból felülettiszta legyen, és igényes kivitelezésű. Most éppen mivel foglalkozik, abban mi lesz? Ez egy medál lesz. És ezt többféleképpen dekoráljuk, akár itt is, mint hogy itt is látszik, van rajta egy kis applikáció, vagy virág. Igen, hát az egy elkészült medál, dekorálásra vár, és és akkor ezeket a medálokat tudjuk így készíteni, illetve... És akkor az is húta formákon, igen? Ő egy új medál, illetve egy új... konstrukció, amit a főnök asszony talál ki, és... Ez tényleg olyan, mintha gyurmából lenne, tehát nekem az utat egyből eszembe. Erre is applikálunk, ezt ragasztunk virágokat, különböző méretet, majd esetleg a következő munkafolyamatnál lehet látni a kész terméket, igen. Nem, ezt úgy hívjuk, hogy karusszel. Itt készülnek a nagyobb formátumú tárgyak, és ezeknek a melléktermékét látják itt, ami ugye lehullik, és ezeket, hogyha eltöri, akkor látható, hogy ezt nyugodtan lehet aztán porítani, és ezt a porított anyagot oldjuk fel vízzel, és ezáltal lehet újból hasznosítani. A karusszelnek az a jelentősége, hogy a formákra, ahogy forog, rátapad a falára az anyag, és ezáltal egyenletes vastagságú lesz, mint egy centrifugális erőt hozunk létre vele. Ezek ilyen por alakú festékek, és ezzel keverve össze ezzel a terpentin párlattal és terpentinnel. Ilyenkor a festéknek a sűrűségét mindig a festő állítja be, egy kicsit hígabbra, szárazabbra, attól függ, milyen festési technikát alkalmazunk. Tehát kicsit hígabbra kell, amikor alapozok, kicsit sűrűbbre, szárazabbra, amikor satúrozok.
És ezeket egymásra is lehet festeni? Lehet, tehát... igen, egymásra is lehet festeni a színeket. Bizonyos színeknél vigyázni kell, hogy melyik szín melyikre festem, de amúgy keverhető egymásra. Egymásra is keverhető, meg egy, tehát össze is keverhető a két szín. Tehát ha egy világosabb kéket akarok, akkor nyugodtan fehéret rakok bele, akkor pasztelesebb lesz. Tehát a sötétebbet, akkor feketét rakok bele, vagy kéket. Tehát egy magyarul, mint a festészetben így lehet lazulozni, vagy ilyen szárazabbra. Igen. Elmosni. Mióta csinálja ezt? Hát pont a mai nap 40 éve. Igen. Isten éltesse ebbe a munka születésnapján. És hogy határozta el ezt, hogy ezt a szakmát fogja? Hát általános iskolában ugye volt egy nagyon jó rajztanárnőm, és ő ajánlotta nekem ezt a szakmát. És mai napig áldom a nevét, mert nagyon bejött neki. Mert nem is tudnám elképzelni magam másnak. Vagyis más szakmában. Hova akarnak majd eljutni? Hát feljebb. Igazából nagyon sok helyre szeretnénk még eljutni. Elsősorban a mediterrán országokba, ahol szeretnénk forgalmazni is ezeket az ékszereket, vagy az olyan országokban, mint mondjuk egy Indonézia is hasonló, ahol óriási az a réteg, aki meg tudja venni és érdekli is ez az ékszer. Ezt tudjuk biztosan, mert nagyon sok indonéziára a budapesti showroomunkba vásárolni. Nagyon érdekes, de ez így van. Látom itt például a közel-kelet meg a távol-keleti kollekciókat is. Ott milyen a visszhangja az ékszereknek? Ugye először is kettős, meg kell mondjam, hiszen ott ugye aki jó módú, az nagyon jó módú. És az ugye annak az ékszer a gyémánt, meg a több karátos arany, tehát a 20-valány karáton fölüli aranyak. Nyilván itt mi is használunk aranyat és platinát, 21-néhány karátosat a kézi festéskor, de ez anyagában ugye porcelán. Tehát nekik ez nem olyan típusú ékszer, mint egy gyémánt ékszer, ami ugye több millió euró, vagy dollár, vagy forint. Úgyhogy ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogy ez európai és művészi termék, tehát ők ezt az oldalát is nézik, és nehezen tudják meg egyenlően ezt a két dolgot összerakni, de bárhol bemutattuk a világon, mindenhol őszinte megvan, főleg ezekben az arab térségekben, tehát ott szájjal nézték, hogy van egyáltalán ilyen, és nagyon-nagyon tetszik nekik. Úgyhogy reményeink szerint egyszer majd ott is piacra találunk. Nyilván most voltunk Dubájban a világkiállításon, ami szintén ugye ez a terület, és ott óriási sikere volt ennek. A magyar pavilonban volt kiállítva, és nem csak kiállítva, hanem ugye forgalomba helyezve is, és óriási volt a sikere. Tehát tetszik ebben a térségben ez az ékszer. Itt mindig az a probléma, hogy nincs ember, aki által a fogyasztóhoz kerüljön ez a darab. Tehát a fogyasztó szívesen megvásárolná, csak ugye nincs egy közbülső elem, egy cég, egy ember, aki ezt ugye, vagy kereskedő, aki ezt kiviszi.